pontosan mekkora területet fednek le? Hát itt a debreceni koraszülött ellátás a régiója az elég nagy, tehát Egertől korábban Szolnok is ide tartozott, jelenleg Mezőtúr, Karcagon át Berettyóújfalu, illetve hát itt a klinikai szülészet mellett a Kenézi Kórház szülészetét is, szülészetére is mi megyünk azokban az esetekben, hogyha az új szülöttet el kell szállítani, vagy különösen, hogyha koraszülött születik. És akkor azt jelenti, hogy itt a környéken, tehát csak Debrecenben van megfelelő ellátása a koraszülöttek számára? Ugye a koraszülött ellátást az több szintre osztják, vagy inkább úgy mondom, hogy az újszülött ellátást. A legmagasabb szintű ellátást ebben a régióban Debrecen biztosítja, illetve Nyíregyháza, de az ilyen szempontból már egy másik régióhoz tartozik. Tehát az említett kórházakban, városokban és az azt határoló területeken a Debreceni Egyetem koraszülött mentője az egyetlen elérhető. Hány autóval látják el ezt a területet? Jelenleg egyetlen egy autónk van, és egyébként még így az ellátási terület kapcsán azt is fontos tudni, hogy nem csak akut esetekhez hívnak minket, hanem már kórházban lévő, valamennyire stabil, de mégis felügyeletet igénylő újszülöttek szállítását is mi végezzük, és ez annyiban megnöveli az ellátó területünket, hogy a Debreceni Egyetemnek a gyereksebészeti ellátása az nagyon speciális. Tehát vannak olyan műtétek, amiket az országban egyedül itt végeznek, szinte, vagy nagyobb számban, és ezért akár Dunántúlról is kell fogadnunk olyan újszülötteket, akik ilyen műtétre érkeznek, és ilyenkor nem ritka az, hogy Gödöllőig vagy Szeghalomig kell elmenni a kisbabáért, ahol a másik szállítóegységtől át tudjuk ezeket venni. Ez csak azért fontos, mert ilyenkor több órára elfoglalta a mentőautó, az az egyetlen egy autó, és így az akut esetekhez ilyen esetekben nem tudunk menni. Milyen gyakran van riasztásuk úgy átlagosan? Én azt tudom mondani, most nincs itt előttem a statisztika, de havonta körülbelül 15 riasztásunk van, ez azt jelenti, hogy egy akut esethez kell vonulni, vagy ennél még több is lehet, és legalább ugyanennyi szállításunk is van, tehát minden napra jut valamilyen esemény a munkánk során. A felszerelésük mikori, tehát milyen régi? Hát régi, most így az évszámokat nem tudom megmondani, de egy régi Ford Transit átalakított mentőautónk van, és a körülbelül vele egykorú, tehát itt 10 évnél biztos, hogy öregebb az a felszerelés, amit használunk, főleg az inkubátorra gondolok, mert a kisebb felszereléseket azokat azért tudjuk újítgatni, de a két legfontosabb tartozék, maga a mentőautó és az inkubátor, az egy jó pár éves, nagyon lehasznált darab. Hányan dolgoznak a csapatban? Jelenleg, ha jól tudom, 6 orvos van, aki ezt a napi 24 órás ellátást végzi. Ez azt jelenti, hogy mindenkire átlagosan 4 nap jut, amikor behívós szolgálatot lát el. A sofőrök számát azt pontosan nem tudom, de ők is 6-8-an lehetnek, akik az OMSZ kötelékéből nálunk is szolgálatot teljesítenek, illetve a nővérek is, amennyire jól emlékszem, 6-an vannak, akik így a munkájuk mellett a mentőautóra is felszállnak, amikor riasztásra szállítás van. Mennyibe kerülne az új felszerelés az új autóval együtt? Igen, hát nehéz pontos költségvetést mondani, mert attól is függ, hogy milyen igényeink vannak. Tehát önmagában magának egy autónak a beszerzése az körülbelül 30-35 millió forintba kerül, és hát függően attól, hogy milyen belső felszerelést tudunk hozzá igényelni, ez még ezt az árat megemeli. Ez a régebbi autó, ez hogy bírja a gyűrődést, tehát mondjuk az útviszonyokat, hogy visel, illetve? Hát a mentőautók esetében azt nagyon fontos tudni, hogy egy speciális feladatra kell, hogy alkalmasak legyenek. Kicsit
olyan ez, mint hogyha egy egy versenyautóval sem lehet, mondjuk egy Forma 1-es versenyautóval sem lehet rally versenyre menni, tehát mindennek megvannak a speciális eszközei, és a mentők esetében nagyon fontos a motor teljesítmény, hogy megfelelő legyen, jól tudjon gyorsulni, és a másik pedig a lengéscsillapítóknak az állapota, ami különösen kritikus. Itt a mi esetünkben azért is, mert maga a transport inkubátor rendszer, amiben az koraszülöttet szállítjuk, ez 100 kilónál jóval többet nyom. Tehát az önsúlyánál fogva van egy tehetetlenség, egy kilengése. És hogyha nem megfelelő az autó lengéscsillapítása, ez a hatalmas súly, ez nagyon nagy erővel rászkódik az autón belül, és éppen ezért a benne lévő kisbaba állapotán nagyon sokat mondhat az, hogyha nem megfelelően felkészített járműről van szó. Na most a mi esetünkben, hogy konkrétak legyünk, ez nem egy mentésre kialakított autó, ez egy átalakított, teljesen hagyományos, fapados teherautó, és ebből lett kialakítva ez a mentőautó, tehát a jelenlegi műszaki paraméterei alapján igazából nem nagyon alkalmas arra a feladatra, amire mi használjuk. Persze próbáljuk belőle kihozni a legtöbbet, és nagyon sok munkája van különösen a sofőröknek abban, hogy ez az autó jól működjön, de az biztos, hogy nem erre a feladatra alakították ki. Hogy itt valahol megnyom egy gombot, és akkor kitolódik az az egész állvány, és arra ő csak szépen rá gurul a hát mint máshol, ahol nagyobb dolgokat rakodnak ki, rától az inkubátort visszajön, vagy nem tudom, van ilyen távirányítós kis izéjük van, azt hiszem, és azt megnyom, és azért behúzza az egészet a kocsiba. Tehát egy ember ezt meg tudja csinálni. És akkor ott a szellőző ablak az így be van ilyen húzagolóval kötve, mert nem lehet kinyitni. A koraszülött szállítás finanszírozása jelenleg Magyarországon úgy történik, most már mondhatom azt jó néhány éve, hogy a központi költségvetés keretből van erre egy konkrét összeg. Ezen minden évben harc van a állami vezető finanszírozó rendszerekkel, hogy ezt az összeget jó lenne növelni. Az idén egy nagyon kicsit növeltek a tavalyihoz képest, és gyakorlatilag ez a rendszer finanszírozza mind a Cselnyi, mind pedig a 8 vidéki koraszülött szállítást végző alapítványnak ezt a funkcióját. De erről azért tudni kell, hogy ez az összeg gyakorlatilag minden alapítvány tekintetében nem fedezi a teljes költséget, tehát változó mértékben és változó arányban a működtetéshez is valamennyi plusz pénzeket az embernek a saját alapítványából ebbe bele kell raknia. A pénz elosztása pedig úgy történik, hogy az előző évi szállítási adatokat, amiket nekünk havonta jelenteni kell az Országos Mentőszolgálat felé, ezeknek az adatoknak az alapján nagyjából kiszámolják, hogy az adott centrumban hány szállítás volt, milyen távolságra, milyen betegellátással, és nagyjából ebből számolják ki a következő évit. És ebben ugye semmiféle változás nincsen, ez egy szűk adott keret, tehát ha nekem mondjuk megnövekszik a szállítási szálon valamilyen probléma miatt másfélszeresére, vagy a benzinár jelentősen növekszik, én akkor sem fogok több pénzt kapni arra, akkor azt nekem máshonnan kell kigazdálkodni. Ugyanez vonatkozik a műszerek javítására, vagy a mentőautó javítására. Tehát ha nekünk történik egy olyan problémánk, ami mondjuk nem balesetből adódik, és a biztosító nem fizeti a kaszkó, hanem ezt nekünk kell javítatni, akkor ez jelentősen a magyarul a szállításra adott költségekből fedeződik, és ezzel mindenki így van. Na most ugye azt is tudni kell, hogy ugye a közvélemény a Cselnyivel azonosítja a koraszülött szállítást Magyarországon. Nem az ő munkájukat szeretném én most degradálni, mert tényleg nagy munkát végeznek, hanem
Ugyanezt a munkát végzik vidéken, ez a 8 kora szülött alapítványon keresztül, 8 vidéki centrum, aminek mi vagyunk az egyike, itt a Debrecen és környéki régióban. Tehát gyakorlatilag is nagyon sokszor együttműködve, hiszen amikor speciális ellátásra, mondjuk például beszéljünk magunkról, hozzánk küldenek egy idegsebészeti ellátásra jövő babát távolabbi központból, akkor nagyon sokszor úgy tudjuk megoldani a szállítást, hogy hosszú időre ne essen ki a mentőautó, hogy például a Cselnyi segítségével ők elhozzák fele útig, és ott vesszük át a beteget, hogy időben, rövid időre essen ki a mentőautó, ha esetleg valahova megsürgősen menni kell egy másik betegért. Gyakorlatilag a keleti régióban működő alapítványok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a nyugati vagy a központi budapesti régióban. Gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ezt nekem nem kell indokolnom se, csak valakinek végig kell nézni az adó 1%-okat, hogy kinek milyen arányban, milyen összeg, és azt hány ember adta, mert ugye ez nagyon jól látszik, ez mindenki számára hozzáférhető. Tehát hiába van nálunk viszonylag több adakozó egy adó 1%-ra, és nagyon jól látszik, hogy ugyanaz a számú személy sokkal kevesebb összeget tud juttatni a keleti régióban ezeknek az alapítványoknak, mint mondjuk Budapesten vagy a nyugati ország részben. Ez a jövedelmi viszonyokból is adódik. Nem beszélve arról, hogy ezen túl plusz pénzeket gyűjteni, az nagyon nehéz. Kiveszem akkor, mert időt.